Elsőként a mentőszolgálat munkatársai, majd rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédők és a MÁV vegyi elhárító csoportja érkezett a baleset helyszínére. A vonat gyúlékony és egészségre rendkívül káros, veszélyes anyagot szállított, ami az ütközés miatt folyamatosan szivárgott a tehervagomból. A kéklámpás szervezetek munkatársainak legfontosabb feladata az úgynevezett veszélyességi zóna kijelölése volt. Ezt a határt kizárólag védőfelszerelésben léphetik át az egyenruhások. Az elsőleges az életmentés, tehát az volt a legfontosabb, de ugye itt a helyzetet bonyolította, hogy a kiszivárgott veszélyes anyag miatt a beavatkozásban résztvevők sem mehettek be csak teljes A-típusú védőruhában. Amíg ezek meg nem érkeztek, addig a mentő helyszínre érkezett egységeinek várakozniuk kellett, és amikor a tűzoltók a speciális védőruhában már bementek a helyszínre, akkor átvették a mentősöktől a szakfelszereléseket, amivel be tudtak menni, és a sérülteket ki tudták a helyszínről, a káresemény helyszínről menteni. A balesetben két ember sérült meg súlyosan, őket a tűzoltók szabadították ki és szállították a veszélyzóna határán kívülre, itt kezdtek hozzá a betegek ellátásához, majd a közelben felállított tömeges baleseti egységben ápolták őket és a veszélyes anyaggal érintkezőket. Tömeges baleseti egység sátrában, a sérülgyűjtő helyen nem csak az a hat mérgezett ellátására került sor, aki mint pályamunkás a baleset pillanatában a helyszínen volt, illetve nem annak a két traumás sérültnek az ellátására, hanem tudjuk azt, hogy a legelsőnök helyszínét rendőrnek az átvizsgálására is. Valamint ki volt jelölve egy helikopter leszálló hely, tehát ha az élet úgy hozná, akkor akár helikopter is le tudott volna szállni, és a sérülteket továbbvinni. A katasztrófa helyzet felszámolása nem ért véget a betegek ellátásával. A tűzoltók vízsugárral hűtötték a területet azért, hogy a veszélyes anyag ne kapjon lángra. A MÁV vegyi elhárító csoportja pedig a szivárgás megszüntetésén dolgozott. Amikor bemegy valaki egy ilyen védőruhába, ebbe a veszélyes anyag környezetbe, akkor nyilván a ruhát is mentesíteni kell, mielőtt kilép belőle, ez vízzel történik. A gyakorlat a Dunaújvárosi Tűzoltóság területéhez tartozik, de segítségnyújtásra a Fehérvári Egység is volt itt. Mi védőruhában beöltözve, A-típusú védőruhában, ami a vegyi anyagok ellen is véd, és légzőkészülékben segítettünk a személymentésbe, illetve elvégeztük a dunaújvárosi kollégák irányítása mellett a mentesítési feladatokat is. Az utolsó lépésekben a szennyezett járművek, eszközök és a talaj mentesítése zajlott. A megyei katasztrófavédelmi igazgató szerint a gyakorlat jól sikerült. Ez mindenféle szempontból egy nagyon-nagyon veszélyes anyag. Egyrészt a légutakon történő bejutása a szervezetben maró roncsoló hatást fejt ki, másrészt a bőrön való felszívódása is nagyon veszélyes és súlyos égési marási sérüléseket okoz. A gyakorlaton több mint egy tucat speciális gépjárművel összesen 80-an vonultak segítséget nyújtani. Úgy gondolom, mondhatom azt, hogy ha a valóságban is így működnének a dolgok, akkor nagyon jó lenne. De úgy gondolom, hogy ezen a gyakorlaton is lehetett látni azt, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző társszervek hatékonyan tudjanak együttműködni ilyen káresemények felszámolásánál, és ennek a gyakorlása ez mindenképpen kiemelt jelentőséggel bír. Elhangzott itt a megnyitó során is, hogy nem olyan régen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MÁV ZRT megújította az együttműködési megállapodását egymással, amelynek kiemelt pontját jelenti a közös gyakorlatoknak a tartása. A katasztrófavédelmi igazgatóságok nem először szerveznek ilyen típusú gyakorlatot. Az elmúlt években megyénkben nukleáris balesetnél és árvízi szituációban is dolgoztak az egyenruhások.